díjátadással ünnepeltek az iparkamara munkatársai. Második alkalommal rendezték meg a csomagtartó vásárt és bolha piacot. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a DKKA csapata. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Jubileumi ünnepséget rendezett díjátadóval egybekötve a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetése a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza aulájában szeptember 14-én. A rendezvényen Pintér Tamás polgármester, valamint Szabó Zsolt alpolgármester is részt vett. 70 éves Dunaújváros, 26 éves a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek apropójából tartották meg jubileumi ünnepségüket és díjátadójukat a szervezet munkatársai a Bartók Kamara Színházban, amely Králik Gyula köszöntő beszédével kezdődött. Az elnök hangsúlyozta, bár a koronavírus járvány miatt a 25 éves évforduló méltó megünneplésére nem volt lehetőség, erre a díjátadóval egybekötött ünnepre szerencsére a meghívottak nagy része el tudott jönni. A legnagyobb ünnep egy kamara élet, vagy minden szervezet életében, amikor jubileumot ül. Mi a 25-ös jubileumot ünnepeljük a mai nappal. Bár 26. éve, hogy alakultunk, de azt hiszem, hogy vagyunk abban az időszakban még, hogy egy évet nyugodtan letagadhatunk, már ami a 25-et illeti. A rendezvényen Szabó Zsolt alpolgármester közreműködésével átadták az aranykoszorús mestercímek mellett az év Dunaújvárosi Vállalkozása díjat, valamint a Dunaújváros vállalkozásaiért díjat is. Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára köszöntő beszédében gratulált az elismerések tulajdonosainak. Az ünnepséget megelőzően stábunknak elmondta, a Dunaújvárosi Kamara hosszú évek óta kiváló munkát végez. Kuriózum, hogy van három olyan megyei jogú város, amely nem megyeszékhely, de önálló kamarája van, ezek közé tartozik a Dunaújvárosi, és ez a kuriozitás azzal jár együtt, hogy ugye van egy angol mondás, hogy small is smart, vagyis hogy a kicsi az ügyes, talpra esett, rugalmasabban tud reagálni. Nos, én úgy láttam az elmúlt 25 évben, hogy ez itt megvalósult, és bizonyos tekintetben, bizonyos mutatókban a városi kamarák köztük a Dunaújvárosi Kamara előkelő pozícióban van, mint bármelyik megyei kamara. A Dunaújváros vállalkozásaiért díjat dr. Kovács Miklós, a helyi kamara elnökségi tagja vehette át. A díjazott immáron 50 éve tevékenykedik Dunaújvárosban. Először a főiskolán engem a műszaki, a Magyar Mérnöki Kamara alkotó ülése keresett meg. Ebben a millióben tulajdonképpen engem ott elnöki jelöltek. A Dunaújvárosi Kereskedelmi is, bocsánat, a Dunaújvárosi Mérnökkamara elnökének, és ebben a rendezvényen ott volt Radecki Jenő, az akkor már jelölésben lévő Fejér megyei Kereskedelmi és Kamara elnöke. És azt mondta nekem, hogy Miklós, hamarabb lesz nekünk törvényünk, már mint a Kereskedelmi és Iparkamarának, mint a Mérnökkamarának. Innentől kezdve alapítsátok meg. Én innentől kezdve vagyok a rendszerbe alapító, és így keveredtem a rendszerbe. Pintér Tamás polgármester mind személyesen, mind pedig a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben gratulált a díjazottaknak. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara jubileumi megemlékezéséről és díjátadójáról készült képgalériát a Dunaújváros online összefoglalójában tekinthetik meg az érdeklődők. Mint az Dunaújváros megyei jogú városhivatalos oldalán olvasható, Szabó György vezérigazgató ígéretének megfelelően minden olyan munkavállalót átvett a DVG ZRT a DVCH Kft-től, akik a megadott határidőig jelezték erre szándékukat. A DVG ZRT az energiahivatal határozatának megfelelően továbbra is biztosítja a távfőszolgáltatást Dunaújvárosban. Ennek megfelelően szeptember 15-től van lehetősége a fogyasztóknak kérni a távfűtés bekapcsolását. Ha a lakóknak több mint fele azt kéri, akkor a közös képviselő köteles bekapcsoltatni a fűtést. A távfűtés bekapcsolását már a DVG ZRT végzi el. A bejelentési igényeket a tavfo.műszaki@dvgzrt.hu oldalon várja a cég. Nagy sikernek örvendett a második alkalommal megrendezett csomagtartó vásár és bolha piac Dunaújvárosban, ahol házi kedvenceket is örökbe fogadhattak a kilátogatók. A volt új telepi iskola udvarán lezajlott esemény számos pozitív visszajelzést kapott.
Immáron második alkalommal rendezték meg a csomagtartó vásárt és bolhapiacot Újtelepen. A közösségi kezdeményezésnek köszönhetően létrejött program egyedinek számít a régióban. Az eseményen Tóth Kálmán önkormányzati képviselő is részt vett. Nagyon szép időnk van, és itt Újtelepen másodszorra rendezzük meg a csomagtartó vásárt, ami egy bolhapiac is, és nagyon örömünkre szolgál, hogy nagyon sokan jönnek ki, és megnézik, hogy mi az, amit újrahasznosítva lehet esetleg hasznosítani. Koletti Éva, a program egyik szervezője elmondta, pozitív visszajelzésekkel és túljelentkezéssel zajlott a második csomagtartó vásár és bolha piac. Hozzátette, ugyan még csak másodszorra rendezték meg az eseményt, már is kinőtték a volt újtelepi iskola udvarát. Nagyon pozitívak, mindenki lelkesen jelentkezett, sőt, hatalmas túljelentkezés volt, kinőttük a helyet. Most már lehet mondani, kinőttük a helyet. Jön az ősz, nézzük, hogy hova tudunk menni, behúzódni, amikor rosszabb idő lesz. Valószínűleg ide, ha kapunk rá engedélyt. Jövőre nézve megint csak azt tudom mondani, kinőttük a helyet, hogy kell találnunk valamit, ami jobb. A Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület is kitelepült az eseményen. Böröc Balázs elnök helyettes elmondta, bízik abban, hogy sok kiskutya talál szerető gazdira a rendezvénynek köszönhetően. Itt is elindítjuk az örökbefogadás menetét, hogyha fölírjuk a jelentkezési lapra az örökbefogadó nevét, és akkor utána fölkeressük őket, és elindítjuk a folyamatot. A nagy sikerű csomagtartó vásár és bolhapiac idén még egy alkalommal, október 9-én 8:30-tól 12 óráig várja majd az árusokat, illetve az érdeklődőket. Hullámzó, ideges játékkal, de fontos sikerrel kezdte meg a 2021-2022-es bajnoki küzdelmeket a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. Együttesünk a Szombathely gárdáját múlta felül a sportcsarnokban szeptember 11-én. Győzelemmel kezdett a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata az új szezon első mérkőzésén a Szombathely gárdája ellen. Együttesünk meglehetősen idegesen kezdte a mérkőzést, hiába szerezte a meccs első gólját Bulat Anita, erre sorozatban lőtt 3 találattal válaszoltak a vendégek. A folytatásban is nagyon pontatlanul játszottak kézilabdázóink, a nagy akarásnak inkább nyögés lett a vége, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy Vágó Attilának már a 9. percben időt kellett kérnie. A folytatásban valamelyest feljavult a Kohász játéka, így a félidei szünetre 12-12-es állással vonultak a felek. A második etap elején ismét beragadtak egy kicsit a miaink, de ezen valamivel hamarabb túljutottak, mint az első félidőben, és úgy tűnt, hogy egy 4-0-es sorozattal végre le tudják szakítani ellenfelüket. Elég volt azonban egy kiállítás, és pillanatok alatt visszajött egyre a vendégcsapat, amely a félidő derekához érve is tartotta egy gólos hátrányát. A véghajrához közeledve Szalai, Bulat és Borgyos is betalált, így ha nehezen is, de 26-23-as sikert aratott akadémiánk felnőtt együttese, mely fontos 2 ponttal gazdagodva várhatja a Budaörs elleni folytatást. A mérkőzést követően Vágó Attila vezetőedző értékelte csapata teljesítményét. Megzavart minket a tét, a hazai pálya, a nézők, az, hogy egy kicsit nem babra megy a játék, és valóban idegesek voltunk, kapkodtunk, elfelejtettünk mindent, amit megbeszéltünk, gyakorlatilag szinte, főleg az első félidőben szinte csak rossz döntéseket hoztunk. Nagyon sokszor volt olyan, hogy elmentünk 3-4 góllal, azt éreztem, hogy még egy gól, még egy kivédekezett akció, egy lerohanás, egy könnyű, és 8-10 lesz közte, és helyreáll a világrendje, hogyha szabad ezt mondani. Ez a mérkőzés is megmutatta, hogy nem lehet egy lapon említeni egy felkészülési találkozót egy bajnoki összecsapással, fogalmazott a vezetőedző. Nem lehet egy lapon említeni a felkészülési találkozókat a bajnoki mérkőzésekkel, és ugye, hogy tehát itt a sok új játékosunk, a fiatalok is, a külföldiek is, ez volt az első mérkőzésük. Mindenki meg akarta mutatni, hogy jó játékos, mindenki bizonyítani akart itt a szurkolóknak, és ez átment a nagy akarás, egy picit nyögéssé ment át. Talán mondhatjuk azt, hogy most már megnyugodhatunk, lejátszottuk az első meccset, megvan az első 2 pont, és bízom benne, hogy innentől kezdve nyugodtabbá válik a csapat. A vezetőedző a Budaörs elleni megmérettetésről is szót ejtett. Biztos, hogy be vannak lelkesedve, lendületben vannak, hazai pályán ez lesz az első mérkőzésük, feljutó csapatként, gondolom lesz körítés, lesznek szurkolóik, hazai pályán biztos, hogy ebből a lendületből akarnak ők tovább építkezni, amit most csináltak az MTK ellen. Nehéz mérkőzés lesz, ugyanúgy, ahogy ez a Szombathely is. Vágó Attila a nehezen kicsikart győzelmet követően kiemelte, a jövőben jobban kell figyelniük arra, hogy a saját technikákra, mozdulatokra összpontosítsanak, és ne váljon a játékuk görcsössé, kapkodóvá.
Ahogy az olimpiát, úgy a tornászok idei világbajnokságát is Tokióban rendezik meg október 17-e és 24-e között, és a viadalra nagy erőkkel készül a DKS-e kétszeres Európa-bajnok kiválósága Kovács Zsófia is. A VB-n induló magyar tornászok számára kiváló gyakorlási lehetőséget jelent a szombathelyi Magyar Grand Prix, melyen Kovács Zsófia is megméreti magát, derült ki a Magyar Torna Szövetség közleményéből. A versenyen szeptember 24-én a selejtezőket, 25-én és 26-án pedig a döntőket rendezik meg. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!